Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai Biblia tanulmányunknak az alapígéjét keressük meg. Péter apostol második levele, első rész 19. versében. Tehát Péter apostol második levele, első rész 19. verse. Így hangzik ez a jól ismert bibliai ige. Mert igen, és igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövétnekre, még nappal vírad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Még egyszer elolvashatjuk. Igen biztos nálunk a prófétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító lámpásra, míg nappal vírad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Péter apostol egy nyomatékkal kezdi ezt a bibliai igét, és azt mondja, hogy igen, biztos. Szinte mintha megesküdne, és azt mondaná, hogy esküszöm arra, hogy a prófétai beszéd az hasznos, és jó dolog, és biztos. Mi is ez a prófétai beszéd? Sokszor talán úgy gondoljuk, hogy a proféciák csupán. A rövid, hosszú távú bibliai proféciák, amiről itt Péter apostol beszél. Azonban a prófétai beszéd tartalmát kiterjeszthetjük nyugodtan az egész Szentírás tanítására. A profétáknak nem csak az volt a prófétai üzenetük, hogy ha valamilyen mondjuk hosszú távú jövendőlést mondtak el, hanem a prófétáknak bizony nagyon sok üzenetük volt az egyszerű mindennapokra, a hétköznapi életre vonatkozóan is. Tehát én úgy gondolom, hogy nem tévedünk akkor, hogyha azt állapítjuk meg, hogy a prófétai beszéd az tulajdonképpen az egész Szentírás. Az Isten által küldött, kinyilatkoztatott ige az, amely igen biztos nálunk, amelyre alapozhatjuk akár a mi életünket is. Nézzük meg talán először azt, hogy ki is volt ez a személy, Péter apostol, aki leírta ezt a mi számunkra. Ugye elgondolkodtam azon, hogy azért 2000 éve íródtak ezek a sorok egy idős apostoltól, aki Jézussal 3,5 esztendőt töltött közvetlen tanítványi kötelékben, és utána pedig a kereszténység egyik megalapítója volt. És leírta ezt az ígét jó szándékkal és tanítási szándékkal, hogy vajon hány embernek segítette ez az évezredek alatt? Hány embernek, hány keresztény embernek, hívő embernek segíthetett ez az ige és ez a stabil meggyőződés, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Ki is volt ez a Péter? Úgy tudjuk, hogy a legidősebb az apostolok közül. Elég nagy korkülönbség volt az Úr Jézus és Péter között. Péter javára úgymond. És ez az idősebb ember vajon hogyan értette és hogyan ismerte a prófétai beszédeket akkor, mikor az Úr Jézus elhívta őt tanítványá. Fontos volt ez számára már korábban is. Az ószövetségi proféciák ismerete, a jövendőlések és az egész prófétai beszéd. Nézzük csak meg az ő elhívásának a történetét. Nagyon egyszerűen írja a Biblia, hogy az Úr Jézus látta, hogy ott halásznak, tudta, hogy egy halász családból származó ez az ember, és oda megy hozzá, és azt mondja neki, hogy Péter, gyere, kövess engem. És mond neki egy ígéretet, ami úgy hangzott, hogy és azt művelem, hogy embereket fogsz halászni. Hát kérdezlek én benneteket, hogy vajon üzenet lenne-e számunkra? Mit jelentene számodra ez, hogyha ma Jézus Krisztus azt mondaná, hogy kedves XY, kövess engem, és én azt művelem veled, hogy te embereket fogsz halászni.
Jelentene ez valamit? Felhívás lenne? Beteljesedés lenne? Mi, akik szintén azt gondoljuk és azt is valljuk, hogy ismerjük a prófétai beszédeket, számunkra jelentene ez valami fontosat? Gyere, kövess engem, és azt művelem, hogy embereket fogsz halászni. És tudjuk azt is, hogy volt Péternek egy kis megingása, talán, ha lehet így ezt mondani, minden bántás nélkül, amikor egy kicsit visszatért az eredeti szakmájához, az elhívás után. Ahogy említettem, ő azért elég tapasztalt halász családból származott. Az apja, nagyapja is halászattal foglalkozott, ott a Galileai tengeren, és ez egy biztos megélhetést adott őnek és a családjának, és még sok más halász családnak is. És tudjuk azt, hogy elég jó szakember volt, és ismerte a Galileai tengernek a sajátosságait. Nem volt egy ijedős típus, sok vihart átélhetett gyerekkorától kezdve, miután az édesapja is nyilvánvalóan vitte magával ezekre a halászatokra. Ugye elgondolkozom azon, hogy én mindig szerettem volna, inkább csak így mondom, a halászatot jobban megismerni. Amikor kijutottunk horvát tengerpartra, hát ez régebben volt, többször is elmentünk több éven keresztül. Én magam többször felkeltem hajnalba, és kimentem nézni a halászokat. És egyszer összebarátkoztam ott egy bácsival, akinek úgy gondolom, hogy körülbelül akkora hajója lehetett, mint amilyen Péteréknek volt, ilyen 2-3-4 személyes kis halászbárka. És nagyon érdekes az ő életük, mert hogy éjszaka mennek, lámpásokkal is világítanak, és aztán hajnalban reggel végeznek, és reggel, korán reggelre már visszakérnek a partra, és akkor jönnek a kereskedők, és veszik meg a halakat, és viszik el, és árusítják. És úgy sokszor gondolkoztam ezen, hogy milyen lehetett vajon az apostolok, a halász apostolok élete, de valószínű, hogy hasonló, mint a mostani, még nem túl modern halászoké. És egyszer meg is beszéltem egy bácsival, hogy elvisz engem ki egy halászatra, így egy éjszaka, illetve egy hajnalba. Csak aztán hát a nyelvi nehézségből valószínűleg nagyon félreértettem, mert amikor megbeszéltük, kimentem nagy buzgón, éjszakának idején, hajnalok hajnalán, és nem volt ott. Úgyhogy bizonyára én értettem félre, úgyhogy nem adatott meg, hogy kimenjek a tengerre. Ezután nem volt több lehetőségem, pedig nagyon szerettem volna. Szóval visszatérve Péterhez, Péter egy nagyon jártas halászember volt, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy gyere velem, és azt művelem veled, hogy embereket fogsz halászni. Ezután, ahogy említettem, egy kicsit ő megtorpant, és visszatért a halászathoz. És az Úr Jézus milyen kegyelmesen keresi meg, egy alkalommal a tanítást éppen pont azon a partszakaszon folytatta az Úr Jézus, ahol Péter rég haláztak. És megérkeznek Péterék a halászatból, és ott part közelben a hálóikat mossák, és rendezik el a halakat és az egyéb tennivalót, hogy nyilván a következő napra, vagy a következő alkalomra készen létben álljon a hajó. És az Úr Jézus nem azt mondja Péternek, hogy Péter, hát eddig tartott neked a nagy prófétai hited, az elhívásom. Nem feddi, nem korholja, hanem kér tőle valamit. Azt mondja, hogy Péter, add kölcsön a hajódat. Hadd legyen az nekem szószékem. És bekéretőzik a csónakjába, vagy a kis halászbárkába, kicsit beljebe vezett, és onnan beszélt, onnét tanította az Úr Jézus a szokaságot. És elgondolkoztam azon, hogy Péter, aki egész éjszaka halászott, hát megengedte az Úr Jézusnak, hogy jó, hát gyere be, Uram, de nyilván ott kellett maradjon. Végig kellett hallgassa azt az egy-két óra hosszás tanítást, és majd amikor végzett az Úr Jézus, akkor kivitte a hajójával együtt. És végre vége van, és mehetne haza, mert gondolom fáradt volt, és ment volna tovább a programja, akkor pedig az Úr Jézus mond neki valamit. Azt mondja, hogy
Vesd ki a hálódat. És tudjuk azt, hogy előtte talán nem sokat fogtak, de egy olyan csodálatos halfogás történt, hogy hívni kellett az ő társaikat, hogy el tudják vinni, ki tudják vinni a partra azt a nagy mennyiségű halat. És azt is tudjuk, hogy az Péter ezek után hogyan nyilatkozik az Úr Jézusnak. Nem azt mondja, hogy Uram, én nem tudlak téged követni. Tudom, hogy elhívtál, tudom, hogy csodálatos ígéreteket adtál, tudom, hogy a Bibliában csodálatos proféciák vannak leírva, most ebben nincs időnk belemenni, de érdemes megnézni, hogy milyen ószövetségi felhívások vannak, hogy milyen áldásokat fog a Jóisten adni az ő gyermekeinek, konkrétan a halászatra hasonlítva, a halfogásra hasonlítva az emberekért végzett szolgálatot. És Péter tudhatta, mindenképpen tudta azt, hogy a bibliai ígéretek, az ószövetségi ígéretek most teljesednek. Például ezzel a csodálatos halfogással, és Péter erre azt mondja, hogy Uram, menj el tőlem. Mert én bűnös ember vagyok. Tehát látjuk azt, hogy Péternek az életében, az Úr Jézussal való kapcsolatában a profécia ismeretek, azok nagyon fontos szerepet játszottak. Aztán nézzünk egy másik történetet, hogy milyen ember is volt Péter, és mennyire gyors volt az ő észjárása. Emlékeztek arra a történetre, és most csak ilyen epizódokat ragadnék ki, amikor az Úr Jézus átküldi őket a túlsó partra egy másik település közelébe, ott a genezárati tavon, és rájuk jön az este, az éjszaka, és egy óriási vihar keletkezik. És nagyon félnek, bár gyakorlott hajósok is ismerik a tavat, nagyon félnek, próbálnak mindent megtenni, és az Úr Jézus egy érdekes dolgot ragad megint meg, elhalad mellettük a vízen járva, minthogyha nem is ő hozzájuk akarna menni. Csak úgy kezd elmenni mellettük. És mikor észreveszik a hajósok, vagy hát a halászok, az ő tanítványai, hogy itt valami történik, akkor megrettentek. És azt gondolták, hogy valami szellem, vagy valami kísértet. Mindenki megretten, és Péternek milyen gyorsan kapcsol az esze. Milyen gyors az észjárása. Mit mond? Uram, ha te vagy, parancsolt, hogy hozzád mehessek a vizen. Melyik kötöknek jutna eszébe ilyen? Nekem nem valószínű, hogy eszembe jutott volna. A legjobb esetben is annyi, hogy Uram, kérlek, gyere be a csónakba, azt ments meg bennünket. Péter azt mondja, hogy Uram, ha te vagy, ha te valóban az vagy, te valóban Jézus Krisztus vagy, akkor parancsolja tengernek. Honnan volt Péternek ilyen ismerete? Hogy juthatott neki eszébe ilyen ötlet, ilyen gondolat? Azt mondja Péter, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Péter az ószövetségi ismereteit, a gyermekkori, a fiatalkori tanulmányait, ismereteit, amit szerzett a Bibliából, azt nem tartotta meg egy elméleti ismeretnek, hanem ő azt nap mint nap az élete folyamán törekedett lefordítani készpénzre. Nem logikus? Hát, ha te vagy a teremtő, neked van hatalmad a vízen járni, akkor azt is meg tudod tenni, hogy én hozzád menjek a vízen. Teljesen logikus a következtetés. Csak kérdés az, hogy mi alkalmazzuk ezt a módszert. Vagy úgy gondoljuk, hogy nekünk még ahhoz évtizedes hitbeli fejlődésekre van szükségünk, hogy ilyesmit kérjünk az Úr Jézustól. Aztán tudjuk a történetet, hogy bizony
amikor észrevette, hogy igen, működik a dolog, tudok a vízen járni. Nagyszerű. Valóban Krisztus az, akiben én hiszek, aki elhívott engem és a többieket. Igazak a proféciák, a jövendőlések, az a több száz ószövetségi, messiási profécia igaz. Itt van közöttünk Jézus. Mikor ezen talán gondolkodott, meg még vissza is nézett a csónakba, na látjátok, fiúk, így kell ezt csinálni. Abban a pillanatban mi történik? Elkezd süllyedni. De Péter ekkor sem veszíti el az ő lélek jelenlétét, és tudja azt, hogy egy személy az, aki meg tudja őt tartani, Jézus Krisztus. És azt mondja, hogy tarts meg, Uram. Aztán nézzünk egy másik epizódot. Egy történet, elmennek a tanítványokkal egy idegen város felé, és ott az Úr Jézus egy kicsit úgy teszteli a tanítványokat, és kérdezgeti, hogy kinek mondanak engem itt a környéken az emberek? Hát és akkor a tanítványok mondják, hogy hát van, aki azt mondja, hogy Keresztelő János, van, aki azt mondja, hogy Illés támad fel, prófétának hívnak ennek, annak, és az Úr Jézus föltesz egy olyan éles kérdést, mintha tényleg ezt akarta volna először is föltenni, azt kérdezi a tanítványoktól, na de, kinek hívtok ti engem? És Péternek a válaszára emlékszünk. Mit mond Péter? Te vagy Jézus Krisztus, az élő Isten fia. Honnan tudta ezt Péter? Csak azokból az eseményekből csupán, amely velük addig történt? Mint tanítvány, aki együtt járt az Úr Jézussal? Én úgy gondolom, hogy nem csupán ebből, hanem abból a sok-sok ismeretanyagból, amelyből megismerkedett már talán évtizedek alatt az ószövetségi iratokból, a proféciákból, a jövendőlésekből. Igen, biztos nálunk a proféciai beszéd, profétai beszéd, mondja Péter. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Eltelik néhány év. És jön egy fordulat, ott vagyunk a kihallgatás éjszakáján, és ez a Péter, aki vízen tudott járni, akit az Úr Jézus elhívott, és csodálatos halfogásban volt része, és sorolhatnánk a történeteket, aki ismerte nagyon jól a proféciákat, aki az ő egész hitét, az ő meggyőződését, az egész jövőjét ezekre a profétai ismeretekre alapozva ott hagyta. Hátat fordított az eddigi életének. Fölfordította az ő csónakját. Hadd száradjon. Tudjátok, mit jelent, amikor kiteszünk egy csónakot a napra? Mit jelenthetett az? Az nagyjából ugyanazt jelentette, mint azoknak a profétáknak, vagy annak a profétának a cselekedeté, aki földarabolta a szekeret, és megáldozta rajta az ökröt, ami húzta a szekeret. Az eddigi életemmel teljes mértékben szakítok, és egy új életet kezdek. Egy halász, hogyha felforította az ő csónakját, és kihagyta a napon, akkor az egyenlő volt azzal, hogy az a halászhajó többet nem volt használható, vagy hát hamarosan nem használhatatlanná vált a nap miatt. És ott vagyunk, tehát a kihallgatás éjszakáján, ezzel a jól megalapozott, profécia ismeretekkel rendelkező hívő apostolunkkal, Péter apostollal, és oda megy hozzá egy szolgálólány, és megkérdezi, vagy azt mondja neki, hogy te is közülük való vagy. Én nem. Én nem. Nem is ismerem őket. Másodszorra, vagy más valaki azt mondja neki, hát a beszéded is elárul téged. Úgy elgondolkoztató, hogy vajon ránk mikor fogják már ezt mondani? Hogy téged a beszéden elárul, hogy te is Krisztussal jártál. Szokták mondani magyarázók, hogy ez azt is jelenti,
hogy olyan tájszólással beszélt, mint az Úr Jézus. És a tájszólásból következtethettek a hallgatók, vagy az ott lévők, hogy na ez is abból a csapatból való, akit éppen most kihallgatnak. Ez is lehet. Valószínű, hogy ez is benne van. De amikor azt mondják egy Krisztus követőről, hogy a te beszéded elárulja, hogy te Krisztussal jársz, akkor úgy gondolom, hogy ebben egy nagyon sok szép pozitívum is van. Bár csak rólam is, és rólatok is elmondhatnák az idegen emberek, akik még nem ismerik úgy Jézust, de tudják, hogy ez másképp beszél. Már nem úgy beszél, már nem olyan a beszéd témája, már nem olyan a beszéd stílusa, mint a világiaké. Mert elárulja az ő viselkedése, az ő beszéde, hogy ez Krisztussal jár. És ennek ellenére, hogy Krisztussal járt Péter, mégis a második és a harmadik kérdésre is nincs ereje megvallani, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Azt, amit kiskörben, a tanítványok körében, a megváltó társaságában büszkén vallott és képviselt, arra nincs ereje megtenni egy nagyobb körben. Mi lehet ennek az oka? Az a Péter, aki ismeri a prófétai beszédeket. Ismeri a megváltóról, a mesiásról szóló talán összes jövendőlést. Miért nem ad neki annyi erőt? Miért nem ad neki annyi bátorságot, hogy ugyanolyan büszkén, ugyanolyan gyorsan rávágja, igen, ő a Jézus Krisztus, az én mesterem, aki elhívott, hogy embereket halásszak. Látunk esetleg hasonlóságot, párhuzamot a saját életünkre vonatkozóan ebben? Hogy az igazságot, a proféciákat, a Biblia tanításait el tudjuk mondani magunk között, bizonyos körökben, hibátlanul. De ha belekerülünk egy élethelyzetbe, hogyha egy más körben mozgunk, akkor ott esetleg nem merjük azt megvallani. Vagy el is felejtjük, nem az jut eszünkbe. Reflexzerűen más jut eszünkbe, talán a félelem, talán a tagadás, talán az elzárkózás, mint ahogy Péternél látjuk. Tegyük tehát föl, mennyire hitt Péter a proféciákban, a jövendőlésekben. Azt olvashattuk itt az alapigénél, hogy igen biztos nálunk a profétai beszéd is, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító lámpásra, míg nappal virrad és hajnal csillag kél fel szívetekben. Eszünkbe jut-e ezzel a hajnal csillag kifejezéssel valami vagy valaki? Mire futtatja ki Péter apostol a gondolatát? Hogy a prófétai beszéd tehát kire, mire akarja mi figyelmünket felhívni? Kire utal a Szentírás, amikor azt mondja, hogy hajnalcsillag? Kit nevez a Szentírás hajnalcsillagnak? Magát Jézus Krisztus jelenések könyvében beazonosítja. Dávid, a ma gyökere, fényes, csillag, Jézus Krisztus. Tehát amikor mi a bibliai proféciákat és a bibliai tanításokat szemléljük, akkor az olyan számunkra, mint a hajósoknak vagy a vándoroknak, az esthajnal csillag. Olyan biztos pont, ahhoz szabhatjuk az életünket. Az egy mérföldkő, ahhoz áríthatjuk az életünk iránytűjét. Akkor nem fogunk eltévedni, hogyha ez a világosság felvirrad a mi szívünkben. Ezért fontos ismerni a bibliai proféciákat, jövendőléseket. Azonban beszél itt másról is Péter. Nézzük csak meg, mit előz ez meg?
amikor már eljutunk oda, hogy igen, számomra hajnalcsillag, számomra mérföldkő a Szentírás. Igen, Jézus Krisztus az életem vezére, és tudom, hogy hova készülök, tudom, hogy hova indulok. Vajon ez elegendő-e? Vagy van még közte valami dolog, amire oda kell figyelni? Azt mondja, hogy mint világító lámpásra. Jól teszitek, ha figyelmeztek. Az az ige juthat eszünkbe az Ószövetségből, hogy az én lábamnak lámpása a te ígéd. Mire hívja fel Péter apostol a figyelmünket? Hogy elegendő csupán a hosszú távú profétiai ismeretek megszerzése, tudása, vagy szükség van valami más dologra is? Ez a profétai beszéd, amelyet ismerünk mi is, ez még alkalmas arra is, hogy bevilágítsa az utat, az életünk útját ott a lábunk előtt. A következő lépést az életünkben. És ez egy nagyon fontos dolog, nagyon fontos gondolat. A Szentírás, a profétai beszéd, mint világító lámpa, ott kell világítson az életünkben, az életetekben, hogy nehogy rossz helyre lépjünk. Nagyon érdekes volt felfedeznem azt, hogy ez a kifejezés a Bibliában, hogy sötét helyen világító lámpás, ez a sötét, ez egyetlen egy helyen szerepel a Bibliában itt. A sötét szó maga az nagyon sokszor jelen van a Bibliában, az Új Szövetségben is. De az egy más kifejezés. Itt a sötét, az piszkos, homályos, szemetes helyet jelent. Piszkos, homályos és szemetes hely. Mit mond tehát Péter apostol? Ha ti az életetek útját úgy járjátok, hogy a célotok a hajnalcsillag, oda akarsz eljutni, milyen helyen kell végigmenni az életedet? Sötét, piszkos, szemetes, homályos helyen kell végigjárjuk az életutunkat. És a Szentírás, ha azt lámpásként használjuk, hogy nehogy rossz helyre lépjünk, a szemetes, piszkos, rossz helyet elkerüljük, akkor azt naponként, sőt, óráról órára használnunk kell. Tehát fölhívja a figyelmet, hogy nem elegendő a hosszú távú, a nagyívű ismeretek. A Szentírásban lévő összes proféciának az ismeretese fog megmenteni bennünket attól, hogy a piszkos, szemetes, homályos helyen rossz helyre lépjünk, eltévedjünk, szakadékba essünk, beszennyezzük magunkat. Nagyon fontos üzenete ez Péter apostolnak. Mint sötét helyen világító lámpára. Nem bízhatunk csupán abban, hogy mi nekünk csodálatos ismereteink vannak a jövendőlések és a bibliai proféciák területén. Nem elegendő. Láthattuk Péter apostol életében is. Megvallhatjuk Krisztust élő Isten fiának, de attól még a homályos, sötét, szemetes helyeken eltévedhetünk. Olyan helyre léphetünk, ami beszennyez bennünket. Ezért tanácsolja Péter apostol, hogy igen biztos nálunk a profétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek. Nap mint nap kezünkbe kell venni az íge lámpását. És ne elégedjünk meg azzal, hogy mi már évek vagy évtizedek óta ismerjük a bibliai tanításokat. Nekünk már nem tudnak újat mondani, ami valóban így is van valószínűleg. Tanítás szinten nem tudnak újat mondani. De vezetés szinten, életvezetés szinten a napi, a percről percre való haladás, a sötét, piszkos, homályos területen való áthaladásnál ott igen.
ott tud újat mutatni az Úr. És azt az ígéretet adja, hogy nappal vírad, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy bárcsak megérthetnénk Péter apostol tanácsát, és valóban, akik itt a mai világban élünk, és tényleg mi is sötét, homályos, bizony szemetes területen kell éljük az életünket, hajha segítene ez az ige is megértenünk azt, hogy percről percre, napról napra kezünkben kell tartanunk az ige lámpását. Mert ez fog világosságot adni a mi szívünkbe, és így fog igazán csak a hajnal csillag is felkelni a mi szívünkbe, és így fogjuk tudni elérni az életünk célját, az üdvösséget és az örök életet. Mert mit ér az a nagy tudás, hogyha tudjuk a végkifejletet, tudjuk a nagyívű tanításokat, de a hétköznapokban esetleg eltévejedünk, esetleg beszennyezzük magunkat vagy a ruhánkat azáltal, hogy az ige reflektorját nem a lábunk elé irányítjuk, hanem valahova messze távolba. Segítsen ez a Jóisten mindannyiunkat. És még befejezésül egy gondolat, hogy ezt az ige lámpását, ezt miután megtanultuk helyesen kezelni, és közvetlen a mi lábunk lépései elé világítani, akkor felhasználhatjuk arra is, hogy másoknak segítünk és másoknak világítunk. És ez egy szép szolgálat. Erre hívta el az Úr Pétert. Amikor azt mondja neki, hogy gyere velem, és én azt művelem, hogy embereket fogsz halászni. Ez ugyanaz, mintha azt mondanánk, hogy világíts a körülötted élők elé, lába elé, hogy ők is nehogy eltévedjenek, és nehogy a szennyes, sötét, szemetes helyen eltévedve beleessenek valami olyan szakadékba, onnan nincsen szabadulás. Még nappal vírad és hajnal csillag kél fel a szívünkben. A nappal víradást, azt tudjuk, hogy milyen jó azoknak, akik várják az éjszakának a végét. Ez lehet az egyéni életünkben is. Ha valaki beteg például, és nem tud aludni, milyen jó érzés, amikor már kinéz az ablakon, és látja, hogy na most már vírad, most már megjön a nap, most már majd föl lehet kelni. Aztán a Biblia beszél arról is, hogy milyen jó az éjszakai őröknek, akik már várják, nagyon várják a reggelt, hogy leváltsák őket. És ennek a kifejezésnek viszont van egy olyan magyarázata is, hogy az ítélet napja felvírad. Meddig kell ezt a gyakorlatot, vagy ezt a módszert gyakorolnunk, hogy a lábunk elé világítunk az ige lábás lámpásával, hogy nehogy eltévedjünk a szemetes, sötét, homályos területen? Meddig? Addig, míg az ítélet napja el nem érkezik, magyarul a világ végéig, az életünk végéig. Ez egy gyakorlattá kell várjon. Nem elegendő, testvérek, az, hogy egy héten egyszer elővesszük a Bibliát. Nem elegendő. 6 napon át minden nap kell az íge lámpását használnunk saját életünk biztonságban történő vezetése érdekében. És akkor, ha ezt gyakoroljuk, akkor fog nappal víradni, és hajnal csillag felkelni a mi szívünkben. Amíg eljön a hajnal, amíg eljön végül Jézus Krisztus. Segítsen a Jóisten azt, hogy abban bennünket, hogy megértsük Péter apostolnak ezt az üzenetét, hogy igen biztos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha figyelmeztek, mint világító, mint sötét helyen világító szövétnekre, míg nappal vírad, és hajnal csillag kél fel a ti szívetekben. Amen.